idegen nyelv az egyik legfontosabb tantárgy az iskolai tanulmányaink során. Mivel kis országban élünk, egy furcsa nyelvvel, amelyet a világon kevesen értenek meg, vagy egyáltalán ismernek. Ezért szükségünk van, hogy mi tanuljunk nyelveket, hogy kommunikálni tudjunk másokkal. Azonban a nyelvtanulás nem könnyű dolog. Vajon mit tehet szülőként, ha gyermeked lemarad, vagy elcsügged az iskolában nyelvtanulás közben? Ma ehhez szeretnék neked ötleteket adni. Hello! Horváth Erika vagyok, az angolnyelvgyerekeknek.hu-tól. Nagyon fontos a te hozzáállásod. A gyermekek számára az egyik legfontosabb hajtóerő a szülő elfogadása vagy helyeslése. Erősítsd meg abban, hogy igenis fontos a nyelvtanulás. Beszélgessetek arról, hogy a későbbiekben, élete folyamán mire használhatja ezt a nyelvet. Milyen fontos szerepet tölthet ez be a későbbi utazásaiban, továbbtanulásában, munkavállalásában, vagy esetleg még a szórakozásban is. A nyelvtanulás olyan, mint az zongorázás. Ha beépül gyermeket napirendjébe, sokkal rohamosabban fog fejlődni. Sokkal sikeresebb lesz benne, ha napi 10-15 percet gyakorol játékosan, mint ha dolgozatírás előtt kampányszerűen 2-3 órát tölt el vele. A tanítás az egyik legjobb tanulási módszer. Kérd meg gyermekedet, hogy minden nap tanítson meg neked valamit az adott idegen nyelvből, lehet ez pár szó, vagy akár egy nyelvtani szabály is. Hidd el, a tanítás során sokkal mélyebben és gyorsabban bevésődnek a dolgok az emlékezetébe. Mindketten jól szórakoztok és fejlődtök is közben. Keres olyan kulturális eseményeket, amelyek az adott nyelvhez köthetőek. Például koncertek, filmek, könyvbemutatók, kiállítások. Ezek segítségével gyermeket sokkal többet megtudhat az adott nép kultúrájáról. Sokkal motiváltabb lesz, és sokkal szívesebben fogja tanulni az angol nyelvet. Nagyon fontos, hogy gyermeked ne csak az iskolában tanulja az idegen nyelvet. Nagyon sok olyan iskolán kívüli tevékenység van, amely segíthet nyelvtudásának bővítésében. Egy külföldi utazás, nyári tábor, vagy nyelvtanfolyam. Ezek során megtudhatod, mik gyermeked erősségei és hiányosságai. Az is előfordulhat, hogy amit az iskolában nem értett meg, azt most megérti és elsajátítja. Így, mivel a nyár folyamán észrevétlenül átismételheti az előző évi tananyagot, szeptemberben előnnyel indulhat. A legfontosabb tényező a sikerélmény. Minden gyermek szívesen tanul, ha sikere van. Az angolnyelvgyerekeknek.hu tanfolyam segítségével a tanulási zavarral küszködő gyermekek is könnyebben elsajátíthatják az idegen nyelvet. Nagyon fontos, hogy saját tempójukban haladnak, és nem érzik azt, hogy nincs nyelvérzékük, és képtelenek megtanulni a nyelvet. Ha többet szeretnél tudni a gyerektanfolyamról, akkor kattints ide. Ha szeretnél feliratkozni, akkor pedig ide. Köszönöm, hogy meghallgattál, viszontlátásra!